most a járvány ugye nagyon sok színháznak, illetve nem csak színháznak, hanem több kulturális intézménynek, magának a szórakoztatóiparnak egy picit betett. Ezért szeretnénk most a lakosság segítségét kérni, hogy ezért lesz megszervezve ez a gála. Elsősorban ugye a ráckevelyeket várjuk, azokat a ráckevelyeket, akik a színházba törzs közönségnek számítottak, vagy számítanak, illetve minden érdeklődőt, hiszen elég széles a fellépő paletta, ezáltal széles a műfaj is, ami lesz a gálán. A támogatásokat mi úgy vesszük, hogy egy becsületkassza ki lesz helyezve, és oda, aki amennyit gondol, legyen az 500 forint, legyen az 50 000 forint, várjuk a segítségeket, és nagyon szépen köszönjük előre is. Augusztus 30-án este 7:30-kor itt az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán lesz a gála, olyan fellépőkkel, mint Viki Dál Gyula, Vörös István a Prognózisból, Buk Tibor, Komáromi Pisti, illetve a István a királynak a szereplői, egy pár belőle, illetve a néptáncosok. Több műfajt is bemutatunk, természetesen már megbeszéltem, tehát például a Viki Dál Gyula a T-Mobilt fog énekelni, tehát nagyon széles, akkor a Komáromi Pisti a saját dalait, a Vörös István ugye a Prognózis darokat, lesz musical, lesz könnyű zene, és lesz néptánc.